kormány elkötelezett a nevelőszülői hálózat megerősítésében és támogatásában. Ennek érdekében országos kampányt indítottak. A Befogadlak elnevezésű nevelőszülői programot népszerűsítő kampány sajtótájékoztatóját január 23-án tartották. Az új intézkedésekről Fülöp Attila államtitkár és Cserpalkovics András polgármester informálta a megjelenteket. Köszönöm szépen, hogy ismét itt Fehérváron lehetünk. Ez is mutatja, azt gondolom, legutoljára talán decemberben találkoztunk szintén szociális témában. Fehérvár nem csak nagy múlttal rendelkezik, de nagy érző szívvel is szociális gyerekvédelmi területen. Amit mi szeretnénk szombaton bemutatni és megmutatni, az valóban az, amit itt polgármester úr felvezetett. Egy nevelőszülői programban kezdtünk bele. Szeretnénk az országban minden megyében elmenni és megmutatni azt a munkát, azt a hivatást, amit ma Magyarországon a nevelőszülők végeznek, és nagyon fontosnak tartom, nem csak azokért a gyermekekért, akiket magukhoz nevelnek és felnevelnek, hanem azokért a családokért is, ahol ez a gyermek született, és egyébként az egész közösségünkért, városainkért, a nemzetért is teszik ezeket a gyermekneveléseket a nevelőszülők. Magát a programot, a nevelőszülői programot továbbfejlesztettük, itt új arculati elemeket is látni, lesz majd további média támogatás, egy új weboldalt is elindítunk, azért, hogy mindenki, aki tájékoztatáshoz szeretne jutni, az 21. századnak megfelelő eszközrendszeren keresztül kapja meg ezeket a tájékoztatásokat, ezt szombaton bővebben el is fogjuk mondani, akkor rendelkezésre fognak állni ezek az eszközök. A másik, ami nagyon fontos, hogy nem csak magának a kampánynak és ennek a tájékoztatásnak a fejlesztéséről gondoskodunk, hanem magának a szakmai oldalnak a fejlesztéséről is. A 2018 év végén a parlament egy fontos jogszabályt elfogadott, nevezetesen azt, hogy a következő év január 1-től, 2020. január 1-től bevezetésre kerül a nevelőszülői jegynek az intézménye. Ez azt fogja jelenteni, hogy azok a nevelőszülők, akik 2 éves kor alatti gyermeket nevelnek, azok ugyanúgy a jegynek az általános szabály szerint fognak részesülni a jegyben, tehát fognak kapni egy olyan juttatást, ami plusz segítség lesz az eddigieken kívül, hogy a 2 éves kor alatti gyermekeket saját otthonukban neveljék, amikor a gyermeknek a legnagyobb szüksége van egy szerető kézre és egy szerető családra, és ezt adott esetben a vér szerinti családban nem találja meg, akkor legyen egy olyan nevelőszülői család, aki mindenben tud neki segíteni. Még egyszer mondom, ez az intézkedés 2020. január 1-én lép hatályba, tehát a következő évben, de azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk róla, és tudjanak róla, mert ez megint egy olyan támogatás, ami segíteni tud a nevelőszülőknek. Egyébként azért azt is gondolom fontos megemlíteni, hogy mindezt a törvényjavaslatot kizárólag a kormánypárt szavazta meg, az ellenzék egyébként ezt a törvényjavaslatot azon az ülésen nem szavazta meg, úgyhogy kizárólag a kormánypárt támogatásával fog ez hatályba és életbe lépni ez a változtatás. A harmadik információ pedig, hogy mindez a program ez május közepéig fog tartani. A május közepén Budapesten lesz egy nagyívű zárása mindennek. Azt kifejezetten szeretném még egyszer megköszönni, hogy itt a Sóstói Stadionban van lehetőség ennek a szombati rendezvénynek a megtartására. A legfontosabb üzenet az azt gondolom, hogy itt a környezet is sugallja. Szeretnénk a társadalmi megbecsültségét erősíteni a nevelőszülői hálózatnak, azt a munkát, amit végeznek. Azt egyébként azt gondolom, hogy bátran mondhatjuk, hogy a szociális terület és a gyermekvédelmi területnek a közös megbecsültsége érdekében lehet zászlóshajóként is tekinteni ezt a munkát, úgyhogy ennek a figyelemfelhíváson kívül pedig természetesen minden érdeklődő, aki esetleg nevelőszülő szeretne lenni, aki pár ezzel kapcsolatban információt, az jöjjön el, legyen velünk itt szombaton 10 órától, ahol lesznek koncertek, gyerekprogramok, lesznek foglalkozások, felnőtteknek, gyerekeknek, úgyhogy biztos jó hangulatban fog tenni ez a nap. A nevelőszülői program támogatásának elkötelezett híve Székesfehérvár polgármestere is. Cserpalkovics András a január 26-ai esemény jelentőségéről beszélt. Amire igazán szeretnénk felhívni a figyelmet, az az országos kampánynak a részeként azt gondolom az a fő üzenet, hogy a nevelőszülőnek lenni az egy óriási szolgálat, hivatás és felelősség is egyben. Azon gyermekek és fiatalok felé, akiket a nevelők szülők nevelnek, és természetesen a társadalom egész szempontjából is, hiszen nagyon sok gyermeknek ez adja meg az esélyt arra, hogy aztán majd
később az életbe el tudjon igazodni. Szerencsére vannak, akik vállalják ezt a szolgálatot és ezt a felelősséget, és szerencsére a kormányzat akár még a decemberben hozott döntésekkel is jól jelzi, hogy a megbecsülése a társadalomnak, az azt gondolom, hogy minden lelki, mind szellemi, minden anyagi értelemben is folyamatosan növekszik és erősödik, és azt gondolom, hogy ez helyes. És ennek a programnak a része az, hogy van egy országos kampány, aminek keretében minden megyében, minden nagyvárosba összehívják az adott megye nevelőszülőit, gyermekeit, és mindenkit, aki esetleg gondolkodik azon, hogy ezt a szolgálatot maga is szeretné vállalni, és szeretné ezt megismerni, egy ilyen családi nap keretében, hogy egy kicsit könnyedebben találkozhassanak egymással, kicserélhessék a tapasztalatukat, egyáltalán legyen közöttük jó értelme vett emberi kapcsolat, és most ez azt gondolom, hogy tényleg egy különleges helyszín lesz, hiszen az a sok-sok száz ember, aki el fog ide jönni a MOL Arena Sóstól Székesfehérváron, az azt gondolom, egy nagyon szép családi napon és egy nagyon különleges helyszínen vehet majd részt. Arcfestéssel és agyagozással várták a gyerkőcöket szombaton Sóstón. Megérkezett Székesfehérvárra a Befogadlak nevelőszülői programot népszerűsítő országos kampány. A rendezvényen részt vettek kicsik és nagyok egyaránt, leendő és már aktív nevelőszülők is. Az esemény családi program is volt egyben, aminek keretén belül Fülöp Attila, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár fontos intézkedésekről tájékoztatta a résztvevő családokat. Tavaly ősszel indítottuk el azt a nevelőszülői programot, azt az országjárást, amelyben szeretnék bemutatni a nevelőszülői hivatást. Befogadlak nevelőszülői program, ez a címe ennek. Ez a mai nap, ez annak is a bejelentése, hogy bővül az a fajta média elérhetőség, amelyen keresztül tájékoztatást lehet kapni. Elindult a nevelőszülőiprogram.hu című weboldal, amelyen minden fontos tájékoztatást meg lehet kapni ezzel kapcsolatban. Az egyik része az az, hogy szeretnénk a társadalmi megbecsültségét erősíteni a nevelőszülői hivatásnak. Másrészt, hogyha valaki hivatástudatot érez, akkor bátran jelentkezzen, itt is minden információt meg lehet kapni. A másik fontos része, hogy mindezek mellett szakmafejlesztés is van emögött. A kormány döntése alapján a jövő év január 1-től bevezetésre kerül a nevelőszülők esetében egy új családtámogatási forma, a nevelőszülői GYED. Ez azt jelenti, hogy nevelt gyermek után is a GYED szabályai szerint és a speciális szabályok szerint igényelhető lesz, amely növelni fogja természetesen a nevelőszülőknek az anyagi biztonságát. Jelenleg hány nevelőszülő vesz részt ebben a programban, és hány gyermek? Magyarországon 23 ezer gyermek van a gyermekvédelem rendszerében. Ezeknek egy része nevelőszülőknél van, egy másik része gyermek otthonban. Kettőharmad részük, kb. 15 ezer gyermek az, aki nevelőszülőknél van elhelyezve. Mi azt szeretnénk ettől a programtól, és azt várjuk, hogy azok a nevelőszülők, akik ezt végzik, ezt a munkát, ők kapjanak még utánpótlást, lehetőleg minél többen legyenek, akik segítik ezt a munkát, és lehetőség szerint, ha egy gyermek otthonból valaki nevelőszülőhöz szeretne kerülni, akkor ezt meg tudja tenni, mert azért mégiscsak ott lehet a családi életet kicsiben a legjobban megélni. És ugye, ahogy itt körülnézünk, rengeteg gyerek és család látható, kik azok, akik ezen a mai eseményen most részt vesznek? Alapvetően minden ilyen programot nyíltra és nyilvánosra szerveztünk, tehát nem csak azokat vártuk ide és várjuk ide, akik nevelt gyermekek vagy nevelőszülők, hanem mindenkit, aki egyébként egy családi napon jól szeretné érezni magát, vagy bármilyen információhoz, tájékoztatáshoz szeretne jutni. Éppen ezért a következőkben is május közepéig fog tartani ez a program, amelyben Budapesten lesz a záró felvonása. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, jövő héten éppen Miskolcon. A nevelőszülők akkor segítenek, amikor a legnagyobb bajban van egy család. Vállalják, hogy átmenetileg átveszik egy vagy több gyermek nevelését is, akár 18 éves koráig. A programba úgy kerültünk bele, hogy kacérkodtunk régóta ezzel a gondolattal, hogy nevelőszülők legyünk, és érlelődött bennünk a dolog, és egyszer csak belevágtunk. És onnantól kezdve folyamatosan csináljuk. Egyből mély vízbe dobtak bennünket, 6 gyermekkel kezdtünk. Megijedtünk a feladattól, de szerencsénkre ment. A gyerekek is jók voltak, partnerek voltak, elfogadták a szabályokat, és attól kezdve nincs megállás, csináljuk. Mivel kell rendelkezni, vagy milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy nevelőszülővé válhasson valaki? Hát először is biztosítani kell a helyet, tehát kell annyi helynek lenni, hogy a gyermekeket fogadni lehessen.
Ugye ez komoly ellenőrzéseket von maga után, előtte leellenőrzik a teljes házat, mindent, a hátteret, hogy minden rendben van. Igazándiból ezután egy tanfolyamot kell elvégezni, és innentől kezdve egyenes út van ahhoz, hogy gyereket fogadhassunk. Az eseményen részt vett a város polgármestere is. Cserpalkovics András a nevelőszülői hivatás fontosságát hangsúlyozta. Nagyon megörültük akkor, amikor államtitkár úr és a minisztérium jelezte, hogy ennek az országjárásnak egyik állomása lehet Székesfehérvár. Természetes volt, hogy adjuk a helyet és biztosítjuk a körülményeket hozzá, hiszen ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy felelősség és szolgálat, amit felvállalnak azok, akik nevelőszülőként gyermekeket nevelnek, gondoznak, talán nagyon-nagyon-nagyon nehéz élethelyzeten segítik át, és ezért fontos, hogy egyrészt nekik megköszönjük ezt a munkát, akár egy ilyen családi rendezvény keretében, akár pedig felhívjuk ennek a munkának a nehézségére és nagy felelősségére is a figyelmet, de egyúttal pedig hívjunk olyanokat, akik esetleg gondolkodnak abban, hogy nevelőszülőként segítik gyermekek fejlődését, csak eddig esetleg nem tudták, hogy hogy kell elindulni, mivel jár ez. Itt megkaptak minden tudást, minden információt, közben pedig, ahogy látom és körbenézek, a gyerekek most már órák óta nagyon jól érzik magukat, úgyhogy én bízom benne, hogy ez nem egy egyszerű akció volt, hanem időről időre ez a rendezvény megszervezésre kerül, és egy biztos, hogyha ez így lesz, akkor lesz ebből rendezvény itt Székesfehérváron is. Fejér megyében jelenleg 200, Székesfehérváron pedig 8 olyan család él, ahol nevelőszülőknél élnek különböző okok miatt rászoruló gyermekek. A nevelőszülők követendő példát mutatnak a társadalmi felelősségvállalásra. Segítenek a társadalmi problémák megoldásában azzal, hogy szerető családot és megfelelő környezetet biztosítanak a rászoruló gyermekeknek addig, amíg visszatérhetnek a vérszerinti családjukhoz. Én nálam most jelenleg 5 gyermek van, aki nevelésben van, és van egy saját 24 éves fiam, ő már dolgozik. Vegyes a csapat, úgy mondván, hogy egy szem kislányom van, a többi mind fiú. Ketten vannak, akik édestestvérek, a többiek mind külön fészekaljból kerültek hozzám. Van olyan, amelyik másik nevelőszülőtől jött, van olyan, amelyik rögtön a családból lett kiemelve, volt olyan, amelyik nevelőotthonban volt, és különbözőek, de mindegy forma, mind a szeretetet igényli, mind az odafigyelést igényli, mindegyikre egyszerre kell, és azonnal, és teljes odaadással, amikor ő igényli, akkor az övének kell lenni. A napunk az szigorú beosztásban telik, hiszen nagy család vagyunk. Az asztalnál 8-an ülünk, amikor mindenki otthon van, és hát mi keresztények vagyunk, és imádsággal kezdjük és fejezzük be az étkezéseket, és mindenki egyszerre, és mindenki ugyanazt eszi. Ezek ilyen összekovácsoló meghitt pillanatok, utána aztán lehet mesélni, fel lehet ajánlani a mi atyánkot, minden nap más, és nagyon érdekes a gyerekek lelke, tehát ilyenkor nagyon sok mindent meg lehet róluk tudni, hogy éppen aznap neki mi volt fontos, vagy mire vágyik, mit tervez, ilyenkor képbe jönnek a vérszerinti szülők, ezért azért felajánlják, és ez nagyon jó segítség nekünk is. Az első gyermek mikor került magukhoz? 2013. október 8-án jött egy hármas testvércsokor. A legkisebb nem volt még 15 hónapos. És hát nehéz volt, őszintén megmondom, hogy új volt nekem is, a gyerekeknek is, de most már azért ők nagyon jól beépültek. A legkisebbnek most már abszolút én vagyok az anya, a biztonság. A nagyobb, az egy szem kislány, ő az, aki még mindig sír utánam, ha elmegyek otthonról, pedig most már a 9. évét fogja tölteni. Úgyhogy kötődnek, nagyon erősen kötődnek. Ők azok, akiknek esélyük nincs arra, hogy hazakerüljenek. Sajnos már a látogatások is eléggé ritkulnak. Viszont van jó hír is, mert van olyan gyerek, akit haza lehet gondozni, és megmondom őszintén, hogy nekem ezek a legjobbak. Ezek a legsikeresebbek, amikor tudok olyan kapcsolatot kialakítani a vérszerinti családdal, hogy amikor rendeződik a sorsuk, akkor a gyerek menjen haza. Mert hiszen aki kötődik, aki akarja a gyerekét, annak ott van a helye.
Ha egy mondattal kellene összefoglalni a nevelőszülői hivatás legfontosabb szabályát, az az lenne, hogy a gyermeknek jó legyen, hiszen az ő jövője múlik azon, hogy milyen közegben nőhet fel.